معلش من طراي ما أسيت يا دم تتمج ما إن دولونك تاني راح هذا كده استم شكرا يوب ودريت مويدين تيزم وردوز قطهم أوكي نعم a hordozgatást. Azért mondtam utána, hogy hordozgatom. Nem, mert szerintem itt van, aki még egyáltalán nem volt. Jelentkezzen, aki nem volt. Hát te voltál már? Én jelentkezek. Jelentkezel, száj. Igen. Én voltam, de elfelejtettem mindent. Ez komoly. Minden nap egy új nap. Meg a ládát kinyitni. Valaki nézze meg a jeleket. Azt majd, mikor megyünk át teleportnál. Ez akkor is meg lehetne muszáj. Dick, mi ez a warlock kommandó? Nem, ki az elején. Nagyon jó, végre. Mennyi el volt választása. Hihetetlen. Hány warlock van? 4? 4. Óvatosan, ne arra iket vegyétek föl! Áú, itt van Gian. Nem. A mindenki az a dizét vált. Azon nem. Vagyok. Arc Soul Buddy-kat szeretnék látni mindenkitől. Nincs megvéve. Nye. Ki lesz a bal oldalt a cipelős? Nagyon jó vexi, hogy jelentkeztél. Nagyon szívesen. Úgyis ilyen speedy vagy. Én lassú vagyok a cipelős. Én láttam rajtad, hogy egy az egybe fönn volt a kezed. Hát igen. Múltkor is olyan jól ment. Pont azért gyakorolsz. Jó, akkor engem kikísérként. Kísérlek majd akkor én. Jó, és Vexit kikíséri. Zoli, olyan jól csúszkálsz, pótolt ki Vexit. Oké, főnök. Megyed. Megyünk? Megyed, Vexi. Hát, ha nyílik, akkor igen. Csitsz. Akkor. Bújj. Na, én addig elmondom, hogy itt maradunk középen. Majd itt a középső ajtót, ahol volt itt a Blight rajta, azt ki kell megint lőni, ha felszedték. Még jobbra-balra van egy-egy ajtó, azt is kinyitjuk nekik. Ugrás közben rá kell elkapni? Fölveszed és ütsz egyet. Jó, oké. Mát? Igen. Az ajtóval kell kezdeni. Ami feléjük nyílik. Aztán a közben... Lelökött! Ajak. Igen. Az első 10 cm-en. Az ajtót amúgy cool, légy szíves. Itt fenn van ez a golyócska, ezt ki kéne lőnöd néha. Na, akkor át tudok menni. Jó, mondjuk most úgyis megvárom a következőt, így hogy már csak 5 másodperc. Yeah. Ennyi ott én se rakom be. Jó. Ezt nem kívülről kell nyitni? Ready? Vagy. Nem, ez belülről. Hát, mehet. Vegyed. Ezt azért kell belülről, mert csak onnan... Jó, cool. Megpróbálunk egy olyat, hogy cserélünk pozíciót, és te fogsz labdázni, én pedig takarítok. Az nem lesz jó. De hogy nem? Hidd el, hogy nem. Ennél jobb lesz. Nem takarít az új emberünk? Mi történik? Kettő falangszom itt maradt. Azok lelőknek, az nagyon rossz. És szétlőttek közbe. Tehát lehet, hogy nem tartod jónak, viszont ajtó, falangsz, falangsz, aztán még két falangsz is van. Na, mert... Tehát próbáljuk meg úgy, hogy akkor te szeded, és megmutatom, hogy mire gondolok nyitás meg egyéb alatt, és akkor látni fogod, hogy mi az, ami miatt mondtam. Jó? Ott a labda fönt az oszlopon.
Tehát várunk, akkor... jó. Veheted. Jó, mehet. Jó, engem megölt a palanx. Hova ütött le? Anyját, hogy jellök a kis geci. Neki pont csúsztam a falnak. De legalább Berci kiment. Jó. Márja. Tehát egyrészt megbeszélés alatt, tehát mindig megbeszélés alapján vársz és beszélitek, hogy mehet. Úgy veszed föl. Oké. Okay. Ha nem így veszik föl a csapat, akkor el lesz baszva az egész. Jó, akkor én készen állok a fölvételre. Én még nem. Mehet. Ajtó. Kösz. Egyszerre kell berakni. Jó, várok. 5 másodpercen belül igen, mert Mát. Úgy adja a timert. Út, olyan egyszerre raktuk be, hihetetlen. Ne, és azért kell amúgy az felvét is egyszer, mert láttad, hogy most sokkal kevésbé spanoltak a seggedbe is. Jó, oda feléd menjek, ott van a következő gömb. Még kint van, még kint van, még kint van. Itt egy ilyen kis párkányon. Ja. Egyem az hol van, az bent van itt valahol, nem? A tiéd az már bent. Aztán ja, majd látom. Neked 3 lesz bent, nekünk csak 1 vagy 2. Meg vagytok? Meg vagyunk. Ready? Mert. Kösz. Ajtót majd valaki nyissa. Na jó, köszi. Itt vagyok. Ledd. Ha az idő egy közelébe ér, akkor mindenféleképp minél hamarabb. Mert... nem voltam még range-be. Jó, de 5 másodpercre visszatolja. Ja, jó, oké. Okay. Tehát, hogyha az utolsó 1 másodpercnél bemegy, akkor is 4 másodpercet nyertünk. Jó, szuper. Utolsó itt van bent, ott fönt. Vagy nem biztos, hogy utolsó, de az. Meg vagyok. Veszem. Itt vagyok. 3, 2... Most rakd le, rakd le! Rakjad. Van még? Ha. Szóli, akkor ez is volt feltél az a... Van még egy, igen. Van még egy, és az... ugyanígy bentről fog. Bent, és ott van fent. Készen állok. Mert én még nem. Mert. Ha. Nyolc, hét, hat. Négy, három, kettő, egy, tedve. Nagyon szép, gyere, érj ide! Ez nincs meg. Á. Vexi amúgy. Ugye. A mélit használod ugráskor, ugye? Ugráskor használom.
Jó, mert idefele jövet, amikor befordultam, már egyszer se használtad. Ja, jó. Sikerült megcsinálni, vagy nem? Nem. Még egyszer vissza ugyanarra. Igen, igen. Sorry. Semmi gond. Csak ahogy befordultál, azt néztem, hogy mondom, egy millit se használtál, basszus. Na, biztos. Jó van. És milli csúszás, ugrás. Hát. Készen állok. 3, 2, 1. Itt vagyok. Várjál vele. Tedd be. Yes. Nem gondoltam volna, hogy titánnal utánat kell, mert nem is lögdösni. Elsőre. Végül is. Mindig elsőre, és mindig halál nélkül. Így. Jaj, nagyon remparc, mielőtt elfelejtünk. Most át kell ezen menni? A lootot felszedtünk? Igen. Az oda át lesz a loot. Na, azt mondja, hogy van egyszer egy... Akkor még egyszer egy... Azt meg! Ah, kurva! Hogy nem meg? Láttam. Jó út. Őrző lent. Dick wall chest. Figyfene. Az a harmadik secret chest. Aha. A pénisz fal mellett. A kurva anyádé nem ugraszt te. Ja, hogy Buzi. Ja. Pénisfal. Jetszi. Ez tűnik. Jaj. Igen. A vonat nem van. Nem. Titánna nem ülök egy hajóra, drágok. Hirtelen ennyibe váltunk Stompira. Faszomnak van kedve várni. Én nagy nehezen átjutottam. Olyan bajnak, Stompival ezeket a mozgósokat jobban meg tudom csinálni. Ja. Zoli majd, amikor olyan helyre érsz, hogy átértél vagy bármi, shotgunomra néz rá. Ugye megnézem majd, ja. Csak előbb még átmegyek a... Azért mondtam, hogy majd, amikor olyan helyen vagy tényleg. Mert sikerült kapni valami jót? Nem, ez már egy ideje megvan, csak... Kicsit most már OP-nak tartom. Gyanús vagy nekem, fiú. Biztos valami dick pic-et fogsz nekem mutogatni. Várjál. Jobbra mentek. Megvárlak titeket akkor. Következő ez... ott jön. Nem, ott jön. Nem. Ja, az a kövé. Jó. Yeah.
te ugrottál föntire. Igen. Az volt a gond, hogy felugrottál. A techno. A varloknál mindig az első az egy zuhanás. És akkor nem is már hozzád kell? Vagy. Igen. És akkor megvárjuk technót, mert egyszerűbb lesz szerintem. Bitch. Nem is az, hogy nem kell ugrani, tehát ha csak lesétálsz, amikor nagyjából már közeledben van, és onnan kezdesz el lebegni, akkor jobban tudod irányítani. Hogyha felugrasz és elkezdesz repülni, akkor vissza fog alád menni. Hogy kell felfele menni a barlokkal, azon kívül, hogy felfele néz az ember? Dupla gyors kattintás. Vagy egy space, bocsánat, nem kattintás. Na mindjárt itt van a hajónk, és akkor mehetünk. Na nézzük Szájnak a shotgunját. Ah! Interesting. Ugye? Mondjuk a full... Ilyen full autó... Az autó loading az olyan furcsa rajta. Csak nem agresszívan váltogatsz, akkor én úgy nem látnám annyi nagy... Nem, ez arra van, hogy ezt bármivel újra tudod tölteni. Nem kell hozzá... sprintelős varlok transverzívvel. Felfelé ugrani. Repülni. Dupla space. Tehát nem az, hogy felugrasz és onnantól megállsz, hanem már a talajról dupla space-szel indulsz. Jó. És annyi a repülés. Tehát nincs több repülésed. Jó. Már nekem lehet, hogy másfajta repülésfajta van bár lehet. Hát... Nem igazán lehet más, mert háromféle van, ami az alapértelmezett. Burst, Glide és Strafe. És melyik jó? Strafe. Ja, jó, nekem azért volt, más volt. Strafe-et tudod irányítani. Strafe van a legjobb ilyen irányítási lehetőség a kezedben. Most itt rá kell állni arra a platnyira? Igen, csak jelenleg olyan szinten kevesen vagyunk, hogy még szinte fölösleges is. Meg Zoli, ezt én unstoppable-ök ellen használom. Tehát, hogyha véletlenül is egyet-kettőt kilövök, legyen visszatöltve. Balról fog jönni, ahogy... Itt lesz, majd előttünk be fog spawnolni. Ott. Ja nem. Messze van. Még nem spawnolod be, majd itt most. Erre. Úgy. Annak a hátuljára kell válni. Valahova oda. Techno, az a gond, hogy vagy végrepülöd az egészet, vagy nem repül semmit. Ahogy elnéztem. Nem, a lokkos repülés. Tehát nagyon azt látom benne, hogy nem akarod engedni, hogy néha zuhanjon. Tehát simán, legkönnyebb megoldás, nekifutsz.
A vége előtt ugrasz egyet, és még nem glide-olsz, és amikor a tetejét eléred az ugrásnak, akkor kezdje glide-olni. És bele fogsz siklani az egészbe. Na most hova? Jönni fog egy föléd, arra. És ez meg majd a végén fogott egy pillanat gondolni. Ó, bazd meg! Már rossz irányba néztem. Sí. Járra. Meg kell engedni egyet, elmegy majd keresztbe. Azt engedd el, állj a hátuljára annak a szarna. Úgy. És hogy jön egy következő jobbról, arra kell felugrani, csak simán nem kell neki futni. Úgy. Innen fog szemből jönni, jobb oldalról. Mehetsz is át. Kurt. Jó, menj az elejére a hajónak. És megjönnék, ugorhat föl. Azaz. Ott, jó, és ez majdnem el fog tűnni. Úgy jön az utolsó. Mert ne ijedj, meg állj ki nyugodtan. Veled szembe fog arról jönni. Hát már ott lesz az a... Meg kell várni, hogy majdnem eltűnni. Szinte lyukas hajón fogsz állni. Ott lesz a repedés rajta, meg minden. Már kezdődik. Most jött. Ott, arra. Az utolsó. Nice. Látod? Lefele is nem engedted, hogy lezuhanjon, hanem megvártad és siklottál fölötte. Nem, csak azért mondom, tehát, hogy látod, lefele nem engeded. Nyom még egy space-t. Inkább zuhanj egy picit bele. Vagy akkor még egy ugrást. És azzal elengeded és zuhansz egy picit. Jó, csak amikor ide átjöttél az utolsó kettőre, már ott is necces volt az ugrás. Azért... Tehát én csak azért mondtam. Na még Vexi. Menjetek. Aki nem Playton áll, az mehet. Felsőbbrendű lények vagyunk. Elsőre felsőbbrendű. Állj a plétre, majd átmegyünk utolsónak. Többiek mehetnek. Na, akkor maradj! Maradj ott a pléten. Ha sokat gyára mennek, akkor már nem szórakoznak azzal, hogy ládáért menjenek. Most oda kell majd akkor ugrani? Oda. Óvatosan. Mert ez a kis faszfal. Ha jól célzol, akkor igen. Még mindig nem. Pattints meg a falról. Látod? Az meg... Jó. Mehetünk. Gyere. Ja ne. Hülye vagyok. De jöhettek. Akkor hajó gyorsan. Remélem még elérem. Azaz. És majd óvatosan ugrunk oda, látod azt a sék fölfelét? Egész addig át tudunk ugrani. Arra a kis peremre kell ráugrani. De gumifal, meg takonypadló. Lerágom az arcod, Berci. Oda okos. Mi szasz? Ez a tánc.
megérkezünk itt lassan. És itt föl sétálunk úgy, hogy a falra nézem, mert a nekifutásba jössz itt föl, akkor lelöknek ezek a szarok. Hát... Jó, az meg 10-esből 15-ösön van a fényerő. Mit csinálja? 5. Az ajtón be, az kész. Ide be. Hát a sötétbe felugrasz, és a még sötétebb felé mész. Nem leesel. Pasz. De leestél. Majdnem leestél. Még egyszer. Gumifal, takonypadló. Az a lényeg, hogy nem szabad futni. Ja. Itt a secret chest. Szedd ki a láda. Azért van tele lyukkal ez az egész terület, mert magyar építészek csinálták. Fele el van lopva. Csak a fele. Közbeszerzést kiírt rá ez a... Oryx. Ez... Kösz, Zoli. Becsaptál. Akkor jó. Aj! Miért köcsög ez az ajtó? De miért? Aj, na jó. Azt nem értem, ezt miért nem fixálták meg, Eci? Azért, mert ez már nem tudom mióta ott van, és ilyen is marad. Vajak? Meg tudom sebezni az ajtót, vagyis hát le tudom debuffolni. Az ajtót? Igen. Ennyi volt a flawless. Tehát smoke-ot rá lehet dobni és rárobbantani. Érdekes. Ja, azt jelenti, hogy magyarázni kell. Oké. Okay. Három pozíció. 9-ig? Nem. Ezzel az encounterrel lehetséges. Ezek a szarfegyverekkel fogok lőni. Lövést, ha lehetne, adjatok le, mert arra érzékenyek. Gyenge lelki világúak az emberek? Igen. Bal oldalt 1-2-3, jobb oldalt 1-2-3 van, 1-es veszi a buffot, 2-es fönt van és öli, amit ölni kell, 3-as meg plétán van és várja, hogy jöjjön a saját kis dög ellene. Fordítok. Enemik. Itt a lukból jön egy bossi, ahol állok. Le kell csapni, utána itt a közepén spawnol egy taken figyma, ami dob egy bogyót, amit fel kell szedni. Mire? Nem kell taken spec, mert high van végig, egy darab taken van. Mindegy. Bossi, taken, bogyó fölvesz. Megvan a bogyó, akkor jössz ide be a totemhez. Ott, ahol az a bigyesz van, oda kell beállni. Arra bent. Ott a körbe. És ott elveszed attól, aki ott van, ott kell Igen, és ott bemész, igen. És aki ott áll, attól kell elvenni a debuffot. Ki is fogja írni, hogy steal akármicsoda. És akkor ott, és akkor te maradsz ott. És gyilkolsz. Nem is gyilkolsz. Nincs vége. És ha jön a kövi, aki elveszi tőled, akkor te futol ide, erre a plétre.
mert ami debuffot összeszedsz, x annyiszor a hányat öltél, azt itt le kell várni, hogy elfogyjon. Lesz egy debuffod, szor annyi, amennyit öltél, azt itt megvárod, amíg elfogy, utána kezdődik előről, jössz föl, bossítéken, befut, öl, kör, kocka, háromszög. Ennyi, hogy középen ilyen unstoppable. Nagy ritkán. Ha kettőször, háromszor találkozunk. Aha. Valaki nyomott egy... Mentem jobbra. Jó, már robbanni fogunk. Nem. Nagyon jó. Koki melyik oldalon van? Igen. Techno csinálja ott a... Techno már mehet be. Kult, Techno után mész. Jó. Jó, Zoli. Oké. Okay. Ott a bizárdod mehetsz is. Mennyi van még? Gyere, vedd el! Vedd el, gyere, vedd el, vedd el! És maradj ott. És ölj. Van, hát bejöttelem a kis szalát. Tegyél vel, hogyha para van. Meg healinget azonnal szinte. Abba nem szedtem izét, bannárt. Jövök befelé. Details. Jó, 7 szak. 10-nél indulhatsz kifele, hogyha akarsz. Hát mennyi időd van, ha elvette? Hát most... 10 másodpercnél mindenféleképpen indulhatsz kifele, mert onnantól szabad a rablás. Nem ezt nem mondta senki. Ezt nem mondta senki, igen, ez kimaradt. Száj, hogy jársz? Nem jó. 8-7. Nincs rezim. Próbálok menni, csak... Le kell előtte passzolni. Jó, vibe és akkor... Vibe. Igen, azt nem mondtam, hogyha ide beállsz a totem, mert akkor nézni kell a debuffod a bal oldalon, hogy számol vissza. Hogy számol vissza, és akkor te szólsz, hogy mikor vegyél. Nem csak az 10 másodpercnél, hogyha úgy látod, már indulhatsz kifele, nem kell bent megvárnod. Jó, tehát akkor jobb oldalt lesz DBZ, Technog meg én. Igen. Úgy ja. Néz ki. Kényelmesen meg lehet csinálni. Nem szoktam. Jó. Hallom, valóban ki kell szikezett, Zoli? Én kezdem. Zoli. Szóljátok, mehet? Mehet. Jász. Nyolcsek. Gyere! Jövök szembe. Menet közben veszed el. Szar. Szar volt. Menj be. Nem volt jó, mert nincs nálad semmi, úgy állsz be. Még 10 szak vagy 15. Mehet. Hát mindegy akkor. Mindegy. Lassúak voltunk. A Taipant azt leválthatod, hogyha úgy látod egy machine gunra, vagy kardra. Legjobb a machine gun. Én kardozom mindig. Mi? Csak azért mondom opciónak azt is. Itt hardcore ad clear kell. És vagy ugyanolyan szuper, vagy pedig túlélő szuper.
Főként ott jobb oldalon, ahol több a román. Mondhatod nyugodtan, hogy cigány. Ja? Akkor panel barnított. Mehet? Mehet. Mondhatod? Ja, becsúszva kell megérkezni, miért nem szóltatok? Ott volt a baj. Igen, ez nagyon lassú így ülésbe. Igen. Szerintem is, mert 1-0 vége. nem jó az a fedver. Dobjuk el, az... dobjuk el. Ezt engedjük el. Itt fekszünk ez a techno, azt ott le kell darálni fönt a bossit meg a téken. Dob be egy kardot, vagy egy machine gun-t. Nem kell linear fusion rifle. Ebben az enkentőbe precíziósat nem kell lőnöd. A rakétában meg nem lesz elég ammód. Nem két lövés lesz. Kurva sokat kell majd lőnöd ahhoz. Nem, hogyha az csak a... ezért használja el. A Taken Knight-ra. Taken Knight-ra, akkor mert lesz elegendő. Mert akkor mi lesz a fönti Hive Knight-okkal, akik szarrá köpködik az egész oldalt ott. Emlékszem, mi volt, amikor 3 darab faszkalapot fönt összegyűlt? Mi volt ágyban ide, semmiképpen. Nem elég jól. Nagyon kezdhetjük. Igen. Szedjed. Ha mutattam, hol jön, ott álltam, ahol bejön. Szedjed. Meg volt. Mi van idő? Rendés. Nagyon jó. Menj. Hú, ne felejtsd refővenni. Ezt láttam. Hogy állsz, számolj vissza a techno. Hát te bazd meg elmentél alattam, így nem bírtam elvenni tőled a izét. Ugyan. Nem jó, tehát számolni kell techno. A 15. Hallottam. Jó, nem jó. Ne cseréljünk valaki, melyik embert. Vagy mondjuk teljes oldalt. Az is mehet. Jó, tehát technok, az a lényeg, hogy amikor ott állsz bent a totem alatt, akkor 10-től már számoljál visszafelé. Megölöd az addokat. Nem hagysz jóformán semmit, ha tudod. Mert? Veheted. Jó.
jövök. Indulhatsz el kifelé. Jó, sikerült. Megy le róla a debuff, és visszamész a fel. 15. Vizárdodra. Death Singer Power. Szóval, hogy az? 10. Megyek kifelé. Itt voltam, jó vagyunk. Fel, ahol előbb megölt az vizárdod. Ugyanaz, ott van megint a vizárdod. Korai volt aztán neki. Gyere, amint kész vagy. Cool, amíg ki nem ugrik, addig ne lőd meg stunnolóval, ha lehet, jó? Basz meg, vedd el. Egy tipp. Hát... Miért ugrottál föl? Vége van. Biztos ne cseréljünk oldalt? Nem az oldalon megy el. Amikor már látjátok egymást közelben, a lopós nyugodtan nyomva tarthatja, mert ahogy beír az aurába, elkezdi lopni. És levegőben is lehet lenni, tehát mi szinte folyamatosan úgy cserétünk, hogy valaki a levegőben volt. Átdeseltem fölötte, és elértem a kis buborék szélét, és leszedtem róla. Jó. És miért nem szabad stunnolni, amíg ki nem... Azért, mert ha hamarabb stunnolod, akkor stun immun lesz. Igen. Ja, ja megy. Még mire várjak? Nagyon jó volt. Mert csak tip cool részedre, mert... Tapasztaltam már elég sokszor, hogy legyed. Baszik. Oh. Jövök befele, indulhatsz. Beszorult a buzi bizárdom. 17. Szállj, hogy az? 10. 15. Gyere. Indulok. Ez az. Ha mindig körbe. Most van bizárd ott bent. Valaki jöjjön. Vigyed. Hát, három. Egyed, Berci. Ede. Azaz. Hát, tegyél levelt. Ne szarjál. Arkon van. Az egy kibaszott inputokat nem érzékel. Gyere, kifele, gyere. Sikerült. Valaki fel tudja szedni? Persze, mindjárt jövök be. Caj, hogy ez? Én 14-nél vagyok. Jövök már. Geci! Rohadjon meg! Az meg. Ez nem jó. Hogyha odaállsz a Reviver, amikor el kéne vegyem. Csak úgy szólok. Legyen a száj.
Technó, menjél fel a platformra. Mondj egy csomát. Jönni kéne. Szedjed. Mi jövök ki? Ha meghalok. Vége. Őrző lent. Vedd fel a Brandot, ne fuss be. Ja, mindegy, nem tudod, hol jelenik meg. Jó, cserélünk. Technó, te gyere át a bal oldalra, a helyemre. Te leszel a harmadik, én pedig megyek át a jobb oldalra. Kullal együtt fogsz bocsánat, Vexi után fogsz mozogni, és elméletben Kullal együtt kell forognotok. Tehát te egyelőre a pléten fogsz várakozni. És akkor ahogy Vexi elment, azt várod, hogy jön-e, vagy mikor jön a vizárdod, és ölöd. Mehet. Mehet. Gyerünk, valaki, azaz. Vegyed. Hogy elszállj? Még nyugodtan. Jövök befelé, mert... Vajtod? Ride, elhosszan. Jó, szuper. Na a kurva anyádat! Meghaltam. Nem probléma. Szólsz. Ja, de probléma, jó van. A teringettét. Ez a Knight, ez valami szteroidot benyomott. Ezzel kell a machine gun. Hú, tegyél le mindig izét, kis kört, hogyha odaérsz. Jó. Minden körbe ki tudsz egyet tóni magadból. Többet is. Egy kis karikát, nem a kockát. Lehet. Lehet. De azokat ne lőjed, Techno. Most ne lőjed, amik középen mennek, mert azok nem ide jönnek hozzánk. Azokat fogjuk mi felhasználni bónusznak. Mennyi? Mindegy. Jó. Lőjed. Ne kérdezz meg, ha elveszed. Elindult, azt mondom, biztos a kovalatvényebb. Ne láttalak, mondom, akkor talizzunk. Jövök befelé. Mi nyolcak. Tizenhét. Ott. Visszamegyek 17-nél. 11. Akkor gyere. Jöjjön, gondolod? Megyek kifele.
12. Mehetsz. Kint itt van az a unstop. Jönnöm kellett a bizárdhoz. Szedjed. Annál utat nem volt nálam semmi. De exotik. Jövök befelé. Jó, szedheted. Menjél be. Ó, bassz meg, itt nagyon sokan vannak. Jöhet ki, ha... Pedig amit tudtam, tükorítottam. Gondolod? Jó. 8 másodperc. Itt vagyok, el fogom venni, mehetsz. Itt vagyok, gyere. Kösz. Még 8. Jó. Szedjed. Jó, nem tettem be, hát hagyhattam volna egyet, mindegy. Nem kell. Hogy elszállj, jövök befelé. Gyere, vedd. Amikor érzed. 11. Akkor bejövök. Jövök kifele. Még 15. Várja, mi jó, össze. Várok. Na, kurva anyám. Baszám. 7, vedd. Most tettem be. Veheted. Eltűnt a gömb. Nyertünk? Jó, szép. Kész vagyunk. Hol van? Győztünk. Elsőre. Elsőre. Halál nélkül. Fú, a spoilert kaptam. Én is kaptam exotikot. Na most sokkal rosszabb encounter jöhet a Taipan. Very too pro. Pisces. Igen, ám elsz ugyozni. Mi? Jaj, de rendes vagy. Very too pro. Ez milyen? Megflippeltve megnézem. Én nekem is. Jó, picit én is. Könnyítek magamnak, hogy megnézzem. Tessék. Megvippelt be, hogy megnézzem. Megvippeltem. Ja, azért ez exotic? Igen. Helmet. Nos, rengeteget láttam még a no szájon. Szerintem annyira nem rossz. Elestek lenne még. Melyik vaj, Verity Bro, az a gránátos. Hát azt nem tudom, hogy mi az. Jó, az a fucsos hűhallgató. Akkor sem is tudom, hogy melyikhez használtam. Hát egy 26 strength-es izét. Most, hogy beraktam geci a vaultba a cuccot, ahelyett, hogy ráhúztam volna a titánomra. Erre a hér apparent az nem lesz jó DPS. Szomorú. Ugye? Megettem.
Boss. Ide jöhet a Taipan. Dupla linárt hozzá. Arba lesz Taipanhoz. És lehetőleg. Well. Hoppá. Itt vagyok. Ki fog divizni? Aki kérdezi. Hát akkor Vipe-a indítunk. Hát mert fővettem az ászlót. Mindegy, én már akkor bevállalom. Berakadsz divid, de akkor hozzál magadnak clear-elős fegyvert. Én hozom. Meg felhúzom a cipőm is. Mikor is kell lemenni fentről, hogy csak clear-elek ott az egyik sarokba? Amikor megöltek a narancsárga HP és Knight-ot. Jó. Revenant, vagy ne Revenus. De szar ez a fal, nem lehet volna megölni senkit. Ő már meg PC-es. Még azért nem tudsz megölni. Enshi nem adta meg a skilljeit, bazd meg, nem tehetek én arról. Na. Ah, ketten. Grat. Csak én vagyok titán. Valaki még ütött. Akkor nekem nem is kell Taipan. Jó, egy perc is vagyok. És gyorsan megyek PC-re. Mindenki menjen el... ...ni. Ki mondom, szarni. Őrző lent? Megölni a másikat. Itt buggal eljutunk a damage phase-ig. Amikor is. Itt középen a nagy téken bogyasz alatt van a boss. Innen damage-eljük. Peremről. És ennyi. És hogyha lejár a damage phase, mikor az van, hogy futunk, akkor először ebbe az árnyékba ugrunk be. Hoppá! Ide! Gyere ide! Akkor én nem tudom mutatni, hogy ennek a... Annak a kavicsnak ott az árnyékába itt beállunk, mert vibe mechanika van, ha lejár a damage phase. Annak van itt, annak, és akkor kész az első damage phase. Utána visszamegy mindenki a helyére, megcsináljuk a mechanikát megint. Megint damage ugyanonnan. De ez a kő darab, vagy ahogy akarod hívni, már el fog tűnni. Akkor középre megyünk. Éte. Ennek az árnyékába állunk be. Az tök mindegy, hogy ott állsz a kőnél, vagy egy kilométerre. Lényeg, hogy az árnyékba legyél, ha kimész, dead. Egyből dead. Mi vibe. Én értem. Így van. És pervonalom mosva. És akkor ez a második, a harmadikra meg ideugrunk fel ennek az árnyékába. És akkor vannak olyan dolgok, hogy a plétezős, meg a knájtozós. De száj. De száj sokkal szebben tudja mondani. He. Ugye? Tudom. Hoztam magamnak pudingot.
A mechanika szájpudingozás közben nagyon szépen el tudja mondani. Ne lőd meg! Ne lőd meg! Jézus. Azért ne lőd meg, mert akkor egy keretes fegyvert baszhatsz el. Már meglőtte, van baszva. Bepirult fölött a jel. Kapcsolja ki. Ide. Ez az. Ki lehet kapcsolni? Igen, újra meglövöd, akkor kikapcsolja. Ó, mekkora már. Na. Mit nem magyaráztunk el? Mi kéne? A lényeget. Ja, jó. Oké, elsősorban clear-elni fogsz. Az annyi... Most mondja. Száj még mindig. Na, tehát van három plétünk, a három plétes az... befogjuk most Vexit egy plétesnek. Meg Zoli és én. Ha csak Kul nem szeretne, akkor Kul átveheti Vexi helyét. Lényeg, három plétes van és három clear-elő. Három clear-előből az egyik az itt van, ezen részen. A másik középen van lent elől. A harmadik pedig bal oldalt. Itt hátul. Amelyik oldalra be vagy osztva, azon a helyen kell clear-elni. Segíteni, és ahogy megölöd a Ravenous Knight-ot, ami egy narancssárga HP-s Knight a piros HP-sákhoz képest, akkor az a dolgod, hogy fogod magad, és elkerülve a boss-t, hogy nehogy lesztompoljon vagy lelőjön, ide kell jönnöd. Ha már fölvette valaki és ideért, akkor itt lerakod a velt, ha még nem, akkor hátul tudsz várakozni. Vagy hogyha ugye itt kezdesz, akkor itt várakozol a többiekre, hogy ne lásson a boss. Amint ideér a, vagy hát megkaptuk a buffot, és már látod, hogy jön a buffos, akkor ki kell jönni, le kell rakni a velt, és lehet lőni a fejét a bossnak. A plétesek vissza fognak számolni háromszor, tehát nem az van, hogy az első számolásnál leugrasz, hanem a harmadiknál, mikor mondjuk, hogy lefele, vagy középre, vagy bármi. Ugye elsőnek ide fogunk elbújni, csak leugrunk, másodjára már középre fogunk becsúszni, harmadjára el kéne érni oda föntre, azt már úgy nehezebb teljesíteni persze. Ha véletlenül is beragad egy ilyen ajtóba egy vizárt, akkor nincs gond, el kell menni line of sight-ból, tehát ne lásson. Ugye ott az ajtó, hogyha ide állok, akkor ki fog jönni a vizár ide kívülre, és nem tud beragadni. Ugyanez érvényes a többi ajtóra, hogyha véletlenül valami ott beragad, akkor kicsit arrább kell állni, és meg van oldva. Jó. Akkor Vexi vagy Kull, melyik ötök fog létezni? Micsoda talongás. Akkor Vexi, te fogsz létezni, mert téged mondtalak elsőnek. Választhatsz, hogy hol szeretnél bal vagy jobb oldalt. Megszi, a mikrofont, hogyha bekapcsolod, akkor működik. Cool, ez rád is érvényes. Igen. Na, szóval, jobb oldal. Itt vagyok. Ha nem rajtad lesz először a buffberci, akkor vársz egy picit, hogy leszponol a knight, és megölöd. Lehetőleg kurva gyorsan. Jó, akkor én igen. Itt clear-elek, ugye? Tehát ez lesz az én ajtóm, meg ez lesz az én ajtóm. Már akkor az a lényeg, azt kell csinálnom, ráállok a plétre. Rajta is maradok, vagy? Rajta maradsz. Jó, igen, megölöm. Úgy van, hogyha elérünk a plétezéshez, akkor úgyis én is mondani fogom, de zombi is jelezni fog, hogy plétre. Akkor mi ráállunk a két szélsőre, és ott maradunk addig, amíg nem tűnik el a karika alólunk. Jó, igen. Vagyis hát nem villanunk egyszer föl. Akkor ugye valaki meg fogja kapni. Írja kétszer, hogy sequence broken és egyszer rendben, vagy egyszer sequence broken és egyszer rendben. Vagy csak egyszer rendben, és akkor elindul az az ember, akinek kell. Jó, és talán átadjuk egymásnak. Igen, az hát ellopjuk egymásról. Jó, igen.
5 másodperce már kezd el lopni. Hát, oké. Okay. Elég az 4-3-nál, mert az is damage. Végül. Jó, akkor DBZ Zolival, cool velem. Én nekem ugye itt, ez az én ajtóm. Hát, mi itt fogunk állni amúgy? Ez meg az én ajtóm. Ne, az a kettő. Cool. Hogyha itt egy helybe állsz, és csak lövöd azt, ami kijön onnan, arról, elegendő. Meg kell már csinálni. A hátsók azok gyakorlatilag egyszer-kétszer jönnek, oda dobok egy gránátot, az kész, leszarjuk őket. Középen csak ez a 4 ajtó van, amit látok, azt annyi. Középen úgy van, hogy van 2 itt elől. Igen, erre az 4. És a bal jobb hátsó. Ennyi. Tehát ott a szélén. Még annyi lőhet titeket, hogy ott fönt, hogyha lefele sétálnak rátok, lőhetnek. De nem mindig szoknak. Jó, csak mi azzal nem foglalkozunk elsőnek, mert mi azzal csak kifelejével foglalkozunk. A knight-om hol jön? A knight-od mindig szemből fog. Oldalról csak kis stress jön neked, minden knight-ot elő fog jönni. Nice. Jó, próbáljuk. Csináljuk. Hitre. Startolós. Kis riftet rakhatsz. Cool. Azt adtam. Egy deka divinity lőszerem sincs, csak úgy szólok. Ja, hát ki fogjuk bírni az elejét. Most már van egy féltár, inkább 3/4. Nem tudom felszedni, mert nincsen. Jó, megoltam a Revenant Knight-ot. Létre. Létre. Rajta. Igen. Jó, várod a Knight-odat, megölöd. És mész oda majd izéhez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Azt a kurva! Lassú. Vibe. Cool. Te mit csináltál még ott? Láttam, hogy szóljon valaki, hogy damage van. Narancssárga HP-s Knight-ot legránátoztál egyet, ugye? Igen. Na, az jelenti az, hogy te takarodsz a damage fázishoz. Ja, oké, bocsánat. Minden oldalt a narancssárga Knight az utolsó enemy, amit meg kell ölni a damage-ereknek. Ja. Ha az meghalt, akkor felőlem jöhet egy plusz boss is, akkor is már mehet damage fázisra készülni. Az mindig záró elem ennél az encounternél. Berci, majd a műzét a Knight-hoz, az lehetőleg lineár, az tényleg minél hamarabb kell azt a szart megölni és felvenni. Hát már kezdtem a semmi, ezt talán realizáltok, már lineárral csináltam a végén, csak az már késő volt lehet. Na, eléggé. Igen. És mielőtt nekikezdünk, még egyet megnézek. Ez egy 84-es rezi. Technó, neked csak egy tipként mondom, hogy hol legyél. Próbáld úgy, hogy alapesetben itt, ebbe a vonalba, tehát ne legyél egyből a szikla mögött, mert akkor a boss, hogyha előre kimegy, akkor rád lát. Legyél itt a szikla mellett. És itt a minimális keretmetszeted van. Ha jönnek ki, akkor tudod lőni őket testközelből, ha pedig a boss néz, akkor itt minimálisan tudod alátni. Zoli, te megölted itt a Knight-omot amúgy az előbb, vagy?
Én a Knight-odat, a Knight-omat, igen. Hogy az a tiéd? Hát az közös. Ja, jó. Ofá, lettem Linára. Nem, direkt csak átmegyek rajta. Na, menjen. Na, jön rá. Ja, azt hittem, jó. Bob. Menjen is lettem. Mi már egy egzotik. Buzz, megöltem a Knight-ot. Én nem tudom. Akkor te mehetsz oda segíteni. Itt is meghalt még egy valami. Jó, eljár rá. Létre. Rajta? Én is rajta. Rajta vagyok. Jó, én lettem a piros. 16, 15, 14, 15. De nincs egy 17 cuccom, látom benne. Majd várt, 10, az enyém az első. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Aj, baszd meg! Jó, 5, 4, 3, 2, 1. Egyed. Számolj, Berci. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Most legyünk ugrunk. Le. Hú, geci. Annyi buffon volt, hogy eltüntette azt a szart. Ja, az jó. Igen. Igen. De nem baj, ez még a kisebb gond, mert most legalább olyan kóbot halál. Nem hiszem el amúgy, hogy... De ha a harmadik ember számol vissza... harmadik ember számol vissza, akkor le lehet menni. Igen. Most majd középre kell állni. Igen. Techno? Mi a fasz? Ha le kell szedni, bum bum, kész. Hát jó, de... tehát valami úton módon ki kéne kerülnöd, mert az, hogy ott állsz előtte, azzal nem fogod tudni túlélni. Én már nem tudom szedni. Szerintem senkinek nincs már ráélesztése. Nekem van. Nekem még van. Menjek? Mehetsz, igen. Középen halott a Knight. Lehetőleg ne dögölj meg. Meghalt a Revenant. Bazd meg. Jó, mehettek damage-re. Play 10, play 10. Jó. Én lettem megint. Istenem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Itt közép, közép, közép. Hát de white lesz mindegy. Techno?
mozog a vizárdok elől inkább. Ne is próbálj harcolni ellen. Nekem még szerintem... Oh. Hát az a baj, hogy nem tudunk ennyiszer éleszteni, és ez még nem is nehéz encounter élesztés szempontjából. Én úgy csak 10-ig vagyok, az a baj. Én is. Átlagban ilyenkor már a harmadik encounternél szoktam baszni a rezet, de ez úgy látszik új. Valakinek. Múlj. Erre. Én harmadjára csinálom. Nem az a probléma, hogy először vagy itt. Hanem az, hogy első alkalommal nem láttam még olyan embert, aki egymás után 8-szor meghalt. Ugyanattól a szerintem. Szerintem cseréljünk, és majd én megölöm a vizárdot. Mert... Meg ezeket. És akkor majd ő vagy lopja a dolgokat. Próbáljuk meg ezt. De ahogy érzitek. Őlem. De akkor valamelyikötök indítsa. Állj rá oda. Majd, mindig, majd jön egy ilyen annyiban módosul. Állj kell lőni, és majd el kell vinni a brandet. Érzem a szín. Amúgy szerintem megvan, mi a gond. Ja, úgy dolgoztok, mint hogyha külön lennétek. Tehát Vexi, te főmentél amúgy Techno mellé, nem. Vagy nem? Aha, akkor ez volt a gond. Mert ugye ezt úgy kéne, hogy mind a ketten takarítjátok lefele az enemiket minél gyorsabban. Meg lent nem fog jönni. Hol kell megszaragszik? Csak nem értem, mert mindig vagy este, vagy dél közben. Telekom csodálatos ereje. Akkor elpoljunk, azt várjuk meg a szalad, azt majd legközelebb felmegyek neki. Jó, most engem is megöltek. Vagy nem. Úgy vagy. Vizárdokból, hogyha kettő meghal egy oldal, akkor jó. Komoly. Nem marék, nem tud megölni.
Na így, hogy meglett a hiba forrás, így maradhatsz fönt. Ja, most már tudjuk, hogy az... Nem, nem fog. Ha kette, nem, ha ketten vagytok, akkor már jó. Egy sorozottal simán megöl 100-as erzire is. Nem is lövi végig, és dead. Kipróbáltam. Kipróbáltam most az előbb. Igen, azt tudom, hogy megöl. Nagyon gyorsan. De hogyha ketten lövitek, akkor van ricoilja. Gyere úgy, hogy ne lássam. Jó. Mehet a Dimitra. Te mehetsz cool, igen. De majd oda előre kéne. Egy a pléten, Vexi a pléten, igen. Majd én teszem. Öt, négy, három, kettő, egy. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, le. Meg középsőbbhöz, igen. Meg középen leszünk, oda fogunk. A helyére, így van. Igen, és most máshonnan élednek, mert tékenek fognak jönni. Ja. 50% alatti HP. A tékenek jönnek, nincs olyan wizard. Helyette Minotaur tud jönni. Na, no, nem olyan rossz. Lejött a Knight. Ugyanaz van. Mehetsz föl. Mehetek? Igen, kulta is mehetsz. Vexi plét, Vexi, Vexi. Oké, okay, csak mehet. Éppen urulós voltam, aztán nem akartam meghalni. Nem vagyok a piros. Menj, akkor mész is. Biztosítom. Mehet a well valaki. Rakom. Bár ez jó lesz, ne? Számolj. Á, már ebben nem mondtam, hogy van. Vexi, beszabadgálj jobbra-balra, légy szíves. Számolj, Vexi. 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6, 5, 4. 3, 2, 1. Vexi, hogyha webbe állunk, ne szaladgálj jobbra balra. Meg ja, alapból okay. Se. Nagyon rossz volt úgy divízni. Sorry.
alapból se, meg a lábaidon egyenesen. Aj, basz, meg átkütte azt a szart. Ú, de imádtam. Tudod finishálni? Látok megint? Még nem, ez ja, a tékenes az itt fönt fog élni. Most azt itt fönt kell várnom majd. Jó, nekem happy ammo, nyugmú. Semmi gond, kibírod. Nem baj, fog halni, nincs életet. Most már lehet. Ott tékenet megmehetsz, igen. Létre. Majd teszem veled. Mehetsz bele, Zoli? Igen. Ja, rajta vagyok. Jó, megint én vagyok. Van vellem. Már ment. Számolj. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dead. Jó. Csókolom, Warpriest bácsi, megtetszett halni. Fuk. Csak nem te is megnézted a fekete labdát. Nem én voltam. Hagyd nézzem mi. Ajajajaj. Jó, akkor vexi te a jobb-jobbat vigyed, légy szíves. Igen, az már van. Megyek a hármasra. Tudom, hol van. Kul, te oda mennyi. És arra-balra. Akkor ennyi volt. Akkor mondj egy száj, hova menj. Gyere, 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 gyere. Az olyan, hogyha mindegyiket tudod, ezért szoktunk random osztogatni. Csak a hármas tudom. Úgy van, hogy három vízszintes vonal, és csak jobb oldalt nincsen a középsőbe. Megyek az utolsóra. Jó. Akkor neked úgy, hogy amerre Zoli megy, csak balra fordulsz el. Nice. Én meg leszek a beugró. És ez itt hanyas? Mindjárt. Fölérek, akkor mondom majd sorba. Vexire állhat. Már rajta van. Jó, akkor DBZ-tere állhatsz. Kultere állhatsz. És Zoli is. Jó, most megyünk a chestért. Megint egy keretes, Jézusom! Három keretes egy körbe? Én a második keretes pusztát. Beteg! Én semmit nem kapottam, a héten már voltam. Második keretes pusztát. A héten ez a harmadik karakterem, és azért akartam lejönni még ma. Ne holnapra kelljen hagyni, de... Ez beteg így. Három keretes... Három raiden kapok annyit. Hát eddig én többet kaptam ez alatt a raid alatt, mint eddig összesítve. Igen, ezt mondom. Ez csalás. Tehát így, amióta benn van a raid alatt... Én ezt elveged, mert figyelembe, hogy milyen szarul csinálod. Úgy. Hát bocs, nem vagyok jó ebbe a játékba, ez ilyen. A Tetrisbe is forgatom a kockát, nem meglepő.
Jó. Ide nem kell, Divi. Elkönöm egy 15 percre. Nice. Addig meghalunk egy pár szó. Sietek. Na. De akkor ki az, aki 10-ig van? Én. Vex meg Zoli. Na, hogyha elmegy 15 percre, az szerintem az már 10 óra után lesz, amikor visszajön. Igen. Tekintettel arra, hogy 9 perc múlva 10 óra. Jó, mindegy, csak azt úgy szól. Be lehet jönni. Amíg nem lövöd le azt a szutykot onnan, addig nincs gond. Addig nézelődhetsz. És fürödhetsz ebbe a dágványba. Meg, mert le kell lőni, akkor indul a cucc. Itt van egy kis dagonya egyébként, ebbe így meg lehet fetrengeni. Lehet így. Csúszni kell, cool, megint elrontottad. Megvin, bazd meg, hát... Ülj le egyes. Ülj le egyes. Na, milyen volt? Csúszós. 7 millit is benyomtam a rajongóknak. Akkor most várakozunk 15 percet? Hát most az a kérdés, egy embert nem találunk már arra, hogy megcsináljuk. A 100. Tehát... Igen, olyan checkpoint, ami holnap után 7 koma nincsen. Holnap, nem nap. Kinek? Németbe. Jó. Azért kérdezem, hogy kinek, mert hogy nekünk kurvára nem minden nap. Aki a hetet végig dolgozta, annak holnap minden nap. Azaz. Destiny szabadság. Nem, azt a következő DLC-re tartogatom, hogy egy 3 hetet. Ja nem, én egy hetet leszek, csak az elég lesz bemelegítésünk. Én be fogom játszani a 2 hetes kivétet. Ez a beteg szabít, nem a szabad, nem a sima szabít. Nem, nekem a szabadságból is úgy járunk, hogy azt fogják mondani, hogy nyugodtan. De én mondtam nekik, hogy februárt, nem. Na jó. Akkor én lemegyek elszívok egy cigit, amíg kiderül, hogy mi lesz. Nem hiszem, hogy lemenne. Az a gondom. Valamit itt jön Goldor Grölot. Az a boss neve. Egy nagy ókre. Középen táncol. Golgorot. Azaz. Nem kell gargalizálni hozzá. Hát tehát a Golgorotnál annyi, hogy 2 ember gézezik, 4 ember DPS-el. A 2 gézesnek a feladata az az, hogy innen a hátát lőjék, a 2 kis párkányról, felváltva, időzítve. Többieknek a dolga, hogy van 6 kampó, olyan, mint amiben oda van fogadva az a téken szutyok. Fönt. Ez az első fölöttem, aztán jobbra lesz párjába, utána balra előrébb, jobbra előrébb, balra nagyon elől, és jobb nagyon elől. Azokat kell sorrendben leszedni, ahogy jönnek lefele. Visszaszámolásnál ugye, amikor a gézt kell váltani, 5 másodpercnél már mindenki csak a következő tócsát nyitja ki. Aki zöld képernyővel van, az meg megy a boss alá, és robbantja magát. Ugye ez egy bombává változik olyankor, hogyha valakinek zöld a képernyője. A képernyő az amúgy végig zöld. A képernyő az úgy zöld itt, csak úgy szólok. Tehát gyakorlatilag beleállsz a
a tócsába, lövöd a gyomrát, amikor feléd van fordulva, és hogyha zöld lesz a képernyő, hogy kapsz egy olyan debuffot, hogy Unstable Light, akkor fogod és befut a boss lába alá. Jön egy piros debuff, az mindenképpen látszódik. Legfőképpen nem fogod látni, mert ahhoz annyira el kell vinni. Most így hirtelennyébe. Ja. Ahova ezek a pocsolyák leesnek, ez a gömb, amit lelövünk, csak onnan lehet damage-elni. Abba kell beleállni. Onnan lehet a gyomrát damage-elni, ami egy fénylő gömb, mert kinyílik a boss, meg különben mindenre immunis. Nem is immunis, hanem még azt se írja ki, hogy immunis. És akkor az 6-szó lemegy. Még előtte körbe spawnolnak, itt, meg szembe, ott, meg hátul. És az a vége a mechanikának, hogy jönnek ugyanúgy a knight-ok innen középről. Azt ha lelőjük, akkor... Micsoda mi? Az a vége, ott megyünk majd ki. Igen, az lesz a kijárat, jelenleg az nem használható. Ja, és a nem kilőtt, nem átvett dolgoknál. Tehát, hogy ahányat nem lövünk ki a pocsolyákból, és ahányszor nem veszük így át a gészt, annyi szimbólum töltődik föl, és hogyha felér a tetejére, akkor wipe automatikusan. Olyan is van. Igen. Hogyha mondjuk csak az első kettőt lőjük ki itt, akkor 4 betelik, és csak 2 hibázási lehetőséged van. Igen, nagyon fájdalmas tud lenni, amikor egyetlen egy pocsolya van meg, és hirtelen 5-0. 5-0 az upgrade-nak. Akkor az olyan tökön szúrós, mert egyetlen egy hiba és kész. Bukta az egész. Tehát elindítjuk, jobb és bal oldalt, meg hátul jönnek az addok, azokat clear-eljük ezerrel. Egyik oldal, jön itt a knight egyszer csak meg a túloldalon, azt ha kilőjük, akkor nem tudom, akkor indul a gaze, nem? A knight az utolsó, igen, ott az a kettő knight, ami a legvégén meghal, ha meghaltak, onnantól minden DPS elő megy a pocsolyához, meg lövi ki a pocsolya fölötti kis kampóból. De itt a damage fegyver ugyanúgy a Fusion Rifle-ös tematika. Arba lesz tájban. Értem. Nice. A rezerv nem kell, inkább resistet tegyél benne, hogy meghallja 3-4-ször egymás után. Hát mindenre. Nekem mindenre van. Nekem bent van. Nem tudom miért. Viszont én azt mondom, hogy szerintem napoljuk el holnapra. Nem tudom kinek mettől lenne jó. Egész nap nekünk. Jó. Cool, Zoli. Nektek. Mondjuk. Délután, nem reggel. Hát. Azt gondoltam. Így ennyi volt. Már holnapi az... hétre van írva, azt akkor... Akkor kezdhetünk 6-kor is, hogyha... hogy ne akadjon. Hát, editelem a másikat. Rakom 8-ra, és aki ott van, azt pingelem. És akkor fél hetet én be... azok ennek. Azt mondja, hogy... Ciao. A Coding Giant DB-be. Enshi nem tud beugrani erre?
PvP, triázoznak konkrétan. Triázoznak azt a mindenit. Hát, ha ez megvan, akkor Jumping Puzzle Dick Wall és két Encounter, ami egy helyen zajlódik. A faszfal az a legjobb Jumping Puzzle ever. Utána meg van egy nagyon rossz, meg egy még rosszabb Encounter. Halló? Halló. Jó, Elnapoljuk, csak úgy szólok. Igen, holnap 6.30-ra berakom. Jó, oké, az jó. Az neked is jó. Csak már az időpontot ugye próbáltuk még így. Iratkozzunk fel. XPM. 10.00. Akkor itt most van checkpoint, nem? Van hát. Jó, azért. Majd a leader indítja, az kész. Submit. Azaz, iratkozzunk fel a holnapira. Mindenki, aki itt van. Amúgy az Activity-nél az összesen azt írja, hogy választható raid. De azt nem írja, hogy melyik raid. Azok az alsók. Azt direkt úgy készítettem el. Fúha, most vagy száj. Wow, Disciple nem lesz ilyen betanítós. Mert videót de ott írja. Azért raktam... Várjál, mert 4 órás a legelső? Mi a fasz? 2 órásit kihagytam. Hó, hát készíteni kell még egyet. Van 2 órási 9-ére. 8-ára. 9. Ja. 8-ára kell, mert az a vodos nap. Mert az írások szerint. Mert azon még nem voltam, videó alapján elég komolynak néz ki. Nem olyan vészes az. Azzal a 35 jellel, amit úgy tudni kéne. Azt mondja, hogy 02:00 PM. Meg az utolsó Encounter, ez kicsit kacifántos volt. Hogy hamit csinálsz. Nem. Kiváltod nem. A nyalából, a beleteszem ahova. Meg az a damage face a végén, az hagyjuk. Melyikre kell jelentkezni? A legfelsőre, az lesz ennek a folytatása. Aminek az a description-je, hogy vasárnap befejező. Jó. Az tényleg. Valaki figyelj, ez nem véletlenül jártam, faiskolába jártam én. Koronázzuk meg, ja már nem kell. Károly a király, bazd meg. Na. Meg egy picikét össze volt csúszva minden, szóval... ez mindjárt az. Egy olyat csinálok, hogy ilyen sem... Azért ne felejtsük el elindítani az Encounter-t, hogyha akarunk checkpointot. Nem kell, teljesítettük az előtte lévő részt, csak ide tud lerakni. Ja. Vagy a labirintus elejére, de a labirintus eleje se jelent semmi gondot. Az igaz mondjuk. Azt hittem, hogy szopatás van, hogy War Priestess testből csináld meg. Az Encounter úgy, hogy azt a fölsőt lelövöd és lejön belőle a boss. És akkor most meg is csinálhatjuk. És most már látod a nevét. Lőjed, pattog. És az a láncos buz is megnyílik ki a hasán, hogyha damage fél. Jobbra-balra jönnek az addok. Ez az. Jaj,
Az utolsókat rúgja. Lexi, remélem érthető, amikkel reactionnel jelölöm, hogy ki mit szerethetne. Hát lőjük itt a cuccot. Na igen, tehát ilyenkor van az, hogy csak ebből a pocsájából lőhető a belseje. Most én vagyok a zöld, én rajtam tikkel. Unstable light, közelébe megyek, rárobbanok. A lényege, hogy itt a gészt kell ellopni tőle. A hátáról. Ahhoz látni kell a hátát, és a hátából, hogyha belelősz, akkor te vagy a gaze holder. Ugye most ott van, DBZ vette át a gaze-t. Ő tartja. Ilyenkor túl kell élnie, lőni kell minden. Visszaszámol, 5-4-3-2-1-nél már átveszük a hátából, és addigra a másik pocsolyát csinálod. Tehát ugye azt a másik pocsolyát, amikor 5-höz ér a visszaszámlálás, akkor már át kell venni. 4, 3, 2, 1. Ilyenkor átvette, akkor jó. Hogyha nem veszi át, akkor elveszítjük és töltődik. Négy, három. És a többi. Vagy elég. Igen. Érdemes mögé, mert akkor elfele és nem a csapat fele tudja lökni. Egy. És lejár. Most ugye láthatod, hogy failed capture gorgorod gaze. Az oszlop elkezdett betelni. Ja, tényleg. És ez a mechanika, amit mondtam, hogy ilyenkor, hogyha mindegyik betelik, akkor egy automata wipe van. Tehát ennyi az egy egész encounter, hogy takarítás, ha megvan a takarítás, akkor gaze, damage fázissal egybekötve, és kész. És mész a következő pléthez, igen, mert a robbanás az 99%-ban a végén történik. Igen. És látod, hogy sokat sebez ez az a robbanás. Az igen, mivel... Na mindegy, hagyjuk, hogy mi? A hátába szorzósan érzékeli, viszont... nem az igazi. Tehát ez... Azért, mert nem is írnak, hogy 200k-t lőttem bele, nem 8 milliót. Igen, de... Van egy ilyen számolósdi. Most meg nem mondom pontosan, hogy melyiknél volt az, de... ha valami más lőttél, mint a damage pontja, akkor többszörösét számolt el a játék. Lel. Hát lőttem bele a hasába is egyet. Igen, csak ugye a háta az egy bizonyos számot ír ki. Igen. De egy másik számot, másik mennyiséget számol el damage-ben. Elég sokat számolt. A fizetésemet is számolhatná így. Igen. Mondjuk az nem jó lenne, hogyha Golgoroth lenne a főnököd. Nem Golgoroth, hanem jó. A Bungie számláló. Yes. Én akkor így hagyom, mert úgyis ugyanezzel a karakterre jövök le. És akkor... Eververse Engram Orbitra. És akkor annyi lesz, vexik, csak hogy értsd a reactionös dolgot. A választható raideknél kiraktam a betűket.
Evidens módon... Evidens módon próbáltam, hogy Last Wish az L. Garden of Salvation G. Vault of Glass V. Deep Stone Crypt D. És Pop of Disciple dupla V. Igen. És akkor szombaton meg végig Wolf Disciple nap van. Igen, tehát én szombaton nem szeretnék más csinálni, csak hogyha úgy dönt a társaság. Mert akkor ugye a Disciple-ösnél be lehet tanulni, meg lehet csinálni a három karaktert, mert hogyha valamelyik időpont valakiknek nem jó, ki kell hagyni egy picit, akkor tudunk csúszni. Vagy ha hosszabb egy betanítás, akkor az egész ugye csúszik elfele, és fogy a nap. De akkor az összes időpont az betanítósnak van? Csak azért kérdezem, hogy mennyire iratkozzak föl. Az összese föliratkozhat, mert akkor látjuk, hogy minden időpont jó. Tehát Odin is azért iratkozott föl majdnem mindegyikre, mert látod, például ott van, ez tetszik nekem Odinnál, a 2 órási, 4 órásira föliratkozott, 6 órásit kihagyta, és 8 órásin van. Ezáltal ő 4-től, amikor végzünk, szünet, és 8-ra visszajön. Hát szombaton nekem kurva mindig. Jó, azért is mondtam, hogy most így raktam össze. Jó lesz, tök jó. Mert most már... Hogy, tehát, hogy hányan akarnak jönni betanulni. Mondom, engem nagyon érdekel a Wolf Disciple. Engem de hogyha sokan vannak, akik betanulni akarnak, akkor nyilvánvalóan nem fogok 3 időpontot befoglalni. Hát be tudod foglalni, mert tehát, le tudunk menni úgy is. Az a lényeg, hogy én beírom magam mindegyikre, és amikor meg megbeszéljük 2 órakor, hogy mi legyen, akkor amelyikről meg kell, akkor meg leiratkozok, tehát semmi gond nincs el. Jó? De szerintem nem leszünk annyian rá, hogy le kelljen iratkozni. Mindegy. Nem vagyunk annyian a klámba. Most megyek. Aló. Okay. Szia. Ső. Na úgyhogy... Akkor 6.30-ra beraktam a másikat. Meg lehet, hogy én 6-ra már itt tudok lenni. Meg aki itt van, és akkor akár hamarabb is tudjuk kezdeni. Ez majd rajtatok is múlik. Hát nyilván, hogyha 6 óra, akkor már mindenki itt van, akkor elkezdhetjük nyugodtan. Oké. Okay. Ez itt szokott. A Nightfall-os Banti megy már. A klános. Igen. El is tudtunk addig a szintig. Jó van, akkor tudok érte végre. Jó. Meg akkor félveszem a rédest is most már. Oké. Ha megmondod, hogy nem tudsz, kész. Hát. Ha szombat mégse jó, akkor bejössz a vasárnapira. Tehát... Vagy akkor ugye a szombat későire esetleg, hogyha beesel, még ott tudunk ugyanúgy helyet csinálni, mert azért próbálunk rugalmasan illeszkedni, mert most már tényleg korlátozott létszám is van rá. Akikkel tudunk számolni. Hova tűnnek a játékosok? Hát most egy csomó. Csomó, mondjuk az is hazugság, mert volt, aki csak eltűnt, aztán kész. Mert Path of Exile, meg Fortnite, meg ilyenek. Inkább csak a Path of Exile-jal most. Tehát inkább azt. Elkezdtem, de az rettenetes az a játék. Vagy nyomod napi 15 órát, vagy sehol nem vagy. Na, ez tök jó. Most crashed be a Destiny. Nem a raid közben. Az jó. Nem merült le az elemem. Érdekes. Véla. Csoda.
Ma nem volt. I am at your service. Azt mondja, hogy már fut a játék, úgyhogy azért nem. Jó van, akkor holnapig. Köszönöm mindenkinek. Sziasztok.